A Magyar Honvédség 6 kiegészítő és központi nyilvántartó parancsnokság a fővárost és valamennyi megyét érintő 2016 kilométeres váltófutást rendez április 13-a és május 20-a között. Mi a célja ennek a futásnak? Az elsődleges célja természetesen az, hogy a katonai pályát népszerűsítsük, méghozzá a sporteszközével, hiszen a katonákról mindenkinek az az első benyomás, hogy sportosak, szeretik az, hogyha az épp testben, épp lélek mottónak megfelelhetnek. Így úgy gondoltuk, hogy az ország figyelmét úgy tudjuk leginkább a katonaságra fölhívni, hogy egy ilyen szép, hosszú távon, jó sok települést és az egész országot behálózva, minden megyében megjelenve, fogjuk népszerűsíteni a katonaságot. Mindezek mellett van még egy másik célunk is, ez pedig a katonahősök előtt való tisztelgés. Harmadik célunk pedig a katonaárvák részére egy karitatív tevékenység, a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítványának közreműködésével gyűjtést is szervezünk. Ez a karitatív tevékenység hogyan fog megvalósulni? A karitatív tevékenység során magánszemélyek és jogi személyek pénzadományokat ajánlhatnak föl az önök részére biztosított számlaszámra. Ebben az esetben, akik felajánlanak pénzt, azoknak a motivációjára a Magyar Olimpiai Bizottság, mint az egyik fő támogatója a rendezvénynek, egy dedikált mezet ajánlott föl a Magyar Olimpiai Csapat minden tagjának aláírásával. Az a személy, vagy az a szervezet, aki a legmagasabb összeget fogja felajánlani, ő fogja ezt megkapni. Mindezek mellett még több sportoló szerepel a támogatónk között, akik szintén adományozni fognak sporterekéket. Ezeket az erekéket terveink szerint el fogjuk árverezni, és ennek a segítségével is támogatásokat lehet majd felajánlani. Természetesen, aki mindemellett szeretne csak pénzadományt felajánlani, arra is lehetőség van. Várjuk a Szociálpolitikai Közalapítvány számlájára ezeket az összegeket. Mezőtúr szempontjából azért is fontos ez a futás, ugyanis április 25-én a Békés megyei futó ide fog érkezni. Emellett milyen programokra számíthatunk városunkban ezen a napon? Köszönöm szépen ezt a kérdést, hiszen pont Mezőtúr lesz az a város, ahol átveszi Jász-Nagykun-Szolnok megye. Konkrétan az Egyes Toboz és Érdekvédelmi Központ katonája a Békés megyei kollégától a stafétabotot. És ez 15 órakor fog megtörténni április 25-én tervünk szerint, melyet polgármester úr egy díszszalag adományozással fog kísérni, fog megköszönni. Mindezek mellett 14 órai kezdettel már tartanak majd a programok, hiszen 14 órától az első világháborús emlékműnél koszorúzást szervezünk a Magyar Honvédség légierőzenekar Szolnok közreműködésével. Továbbá 14 óra és 16 óra között lesz egy úgynevezett toborzó rendezvényünk, ennek keretében lehetőség lesz a kettes különleges rendeltetésű ezred haditechnikai eszközeinek megtekintésére, továbbá a rendszeresített fegyverek megtekintésére. Mindezeken túl toborzó sátrat is kitelepítünk, mindazok, akik a Magyar Honvédségben vállalható katonai szolgálati ágak felé érdeklődnek, azok itt már információt kaphatnak a szerződéses katonai szolgálatról, az önkéntes műveleti tartalékos szolgálatról, továbbá a katonai tanintézetekben való továbbtanulásról is. Amire fontos még kitérnünk, hogy a rendezvénynek van fővédnöke, illetve védnöke is, kik ők? A rendezvény fővédnöke Magyarország honvédelmi minisztere dr. Simicskó István úr, védnökei pedig dr. Benkő Tibor vezérezredes úr, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke, továbbá Borkai Zsolt úr, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Április 25-én pedig Mezőtúra érkezik majd a Békés megyei futó. Mezőtúr város önkormányzata számára mit jelent, hogy Mezőtúr is részt vesz ebben a toborzó futásban? Nagy megtiszteltetés elsősorban a számunkra ez, hiszen egy olyan országos eseménynek lehet Mezőtúr az egyik helyszíne, amellyel én remélem, hogy ennek az eseménynek a céljai eléréséhez mi is hozzá tudunk járulni. Ugye egyrészt a toborzás a hadsereg számára. Már eljutottunk oda, bár én igaz, hogy nem vagyok szakavatott ember, és nem igazán tudok részleteket, de azt tudom, hogy a magyar hadsereg is egy olyan életpályamodellt kínálhat a fiatalok számára, amelyet azért érdemes megismernie a fiataloknak, és hogyha ezekkel a célokkal, ezekkel az alapelvekkel
egyetért, akkor katona válhat belőle. Ez az egyik fontos célja. A másik, hogy ebben az országos rendezvényben, itt Mezőtúron az első világháborús emlékművünknél egy koszorúzást is beillesztettek a programba. Nagyon fontos az is, hogy az áldozatok emlék előtt ezáltal ilyen módon is tisztelgünk. A másik dolog a futás, amely tulajdonképpen egy összefogásról szól, hiszen itt megszólítottuk az iskolákat, a mezőtúri polgárokat, remélem, hogy nagyon sokan eljönnek majd, és ezt az összefogást jelképezve sokan kísérik majd a futót itt a mezőtúri szakaszon. Nagyon fontos az is, hogy itt a helyszínen az érdeklődők egy kis betekintést kaphatnak a honvédség hétköznapjaiba, technikákkal ismerkedhetnek meg különböző fegyverekkel, és hát a toborzás célja az természetesen, hogy olyanokat találjanak, akik érdeklődnek, és érdekes lehet számukra ez a hivatás, ez a katonai szolgálat. Úgyhogy több célja van ennek az eseménynek. Én bízom abban, hogy jó házigazdái leszünk, a szervezési munkák már elkezdődtek, és szeretettel várunk mindenkit a szervezők és az önkormányzatunk nevében ezen a napon itt a Kossuth téren is, természetesen majd a futásra is. Köszönjük szépen!